A földszinten él Herman anyjával együtt, aki folyton szidalmazza őt. Mellettük Kovacsicsnél lakik, aki két lányát és önmagát igyekszik megvédeni alkoholista és erőszakos férjétől, Kovacsicstól, akinek semmi sem szent. És itt van a ház asszonya, egy nő egy másik világból. Az egymás közötti konfliktusok éppen az ő születésnapi ünnepségén robbannak ki. Először is megdöbbentem attól az igazságtól, amit a darab feltár. Ugyanis ez mindennapi normális emberekről szól. Mindenkinek két élete van, amit kifelé mutat, és egy másik, ami otthon történik a négy fal között, amit senki sem lát. A darab egy átlagos világot mutat be. Azokat az embereket, akik körülöttünk élnek, becsületesek, szolídak, és felismerhetjük bennük személyes ismerőseinket is. Lehet, hogy úgy teszünk, mintha nem is látnánk őket, de ők itt vannak. A radikális komédia főszereplői Ferenc Ágot, a Sirmer Zoltán Balázs Áron, Figura Terézia, Eloremén, a Crnkovics Gabriella és Banka Lívia. Nagyon közel van a közönség, és hogyha egy pillanatra hazudunk, akkor az már nagyon nagy baj, mert a közönség tudni fogja, hogy hazudunk. De hogy eljátsszuk, hogy technikailag csináljuk meg az egészet, és hogy nem szívből, nem belülről jön. A rendezőnek az volt a kérése, hogy ez minden alkalomban és minden próbán belülről jöjjön. A szöveg az gyönyörű. Az igaz, hogy tovább tartott megtanulni, mint eddig még bármelyik szerepemet. Nem könnyű a nyelvezete. Egyetlen egy gondom volt, amikor a figurámat kitalálta a rendező, és amikor csináltam, és mindig mondta, hogy ne szeresd őket, ne legyél kedves hozzájuk, gyűlöld őket, és ez volt a legnehezebb. Az előadás a készítők elmondása szerint vélhetően jelentőségteljes lépést jelent az Újvidéki Színház életében, amellyel az intézmény a kortárs európai drámairodalom felé próbál közelíteni.